Na hát, sziasztok, üdvözöllek benneteket, itt vagyunk a Szentendrei Múzeumban, és hát Lacinak köszönhetően be tudunk menni, neki van kulcsa, mert ő itt dolgozott egy ideig, és be tudunk menni olyan járművekbe, amiben alapból nem mehetnénk be, mert párat azért még úgyis megnéznénk, amiben alapból is be lehet menni, mondjuk még erre is kíváncsi vagyok. Úgyhogy, ha nem bánjátok, akkor kezdjük is, remélem azért izgatottan várjátok, mert azért még a Ganz metróba is be tudunk menni akár. Ezek jó ülések, bőr, ami kényelmesebb is, mint amely. Mi volt a kapcsolóban, mint kapcsolatban? Úgyhogy ezt mindenképpen. Te úgy semmi. De ezért, csak is azért lehet nyomkodni. Kormányt is lehet tekergetni, meg lehet. Na, hát be is jöttünk ide. Most ilyenbe kapcsolgatom, úgyis áramtalan, itt van, már meg amúgy sem működnél. Jó kis vezetők ők. Egész kényelmes, látjátok, itt van a váltó, úgy ezt se lehet mozgatni, ezeket meg lehet kapcsolni. Na, itt is van egy másik trolli, aztán ez az jó 9-es, látjátok, ennek is ennek már másfajta a kijelzője, de ez az eredeti 78-as, ugye ezen nem változtattak. A keleti pályaudvar Garajúta és a Kossuth Lajos tér között, hát ide azért nincs kulcsa a vezetőfülkéhez, de hát mindegy is, mert ebben alapból be lehet menni, ahogy látjátok, és hát azért ez is egy szép troli lehetett, meg az se rossz egyébként, hogy ott hátul van egy nagy tér, még akkor annól még biciklivel is el lehetett férni, vagy hát nem tudom, kinek az ötlete lehetett, aki berakott volna egy biciklit, úgyhogy akkor haladjunk is tovább a következő járműhöz. Látjátok, még itt van egy ícsének az eleje, ki van vágva, és ott azért van egy tévé, mert itt működik egy ilyen szimulátor, nem tudom milyen gyakran. Nem tudom, hogy ezen a korláton be lehet-e menni. 19-es jelzés van rajta, azért elég durva. És ott van mögötte egy olyan, hogy Budapest tömegközlekedési vonalhálózat 1996-ban. Tehát ha be lehet menni, és még azt is megmutatom nektek, és itt vannak ilyen jó kis képek, például ott a 435-t is. Tulajdonképpen az összes troli. Na hát itt egy pár teremmel odébb jöttünk, itt is szép képek vannak a hív történelméről. Látjátok, itt van az ős vezértere, így nézett ki régebben, még M9-es évekkel. Ez itt a H5-ös, ilyenkor még csak M10-esek voltak. Itt már egy M10-e is van, nem tudom ez mikor készült, az nincs kiírva, Békás megyer. Mondjuk az elmás olyan sokat azóta nem változott, meg ott a környék se. Boráros tér is itt van. Aztán ezek már itt az újabb képek, mondjuk ez nem, de itt van az M9-es egy újabb kép, és itt van ugye a Super Hév, amit még nagyon nem sikerült kipróbálnom. 2016-ban készült el az M10 a modernizált világos zöld fényezésű Super Hév, szerintem nagyon jól néz ki, meg prototípusnak se rossz, de hogyha valami a sorozatgyártást akarnak a korszerűsítésből, akkor azért még egy pár dolog beleférne, mert hát ugye a bemondás is ugyanolyan, mint a régebbi híveken, meg hát gondolom vezetőfülke is. Itt meg hát ugye a metróvonalak vannak, 4-es, még a 3-as, ami egy esetleg érdekes lehet, látjátok itt a full régi, mert az újakon még nincsenek benne, mert azok nem frissültek még, és hát a 4-es metró is jó szerintem. Látjátok, itt van egy ilyen nosztalgia villamos, úgyhogy ezen még utazhattok, mert vannak hétvégék, amikor jár az N19-es, meg mögötte is nosztalgiák vannak. Úgyhogy most Lazi hozta az UV kulcsot, és akkor most abba is bemegyünk, és séta után már itt is van.
45-ös, ez is kemény. Budafok városháztér, tehát az ugyanaz, mint most a városháztér, csak már nincs ott a Budafok. Én is sokat utazom ezen a vonalon, hiszen arrafele lakom, és ez még egy teljes szerelvény, látjátok, még a második kocsi is ott van. Úgyhogy akkor erre is felmenjünk, már azért kíváncsi vagyok rá. Bár azt hiszem, még nosztalgia jelentként így is szoktak közlekedni. Felveszem, hogy bénázom. Jó, ez majd tudom, írjuk a másik. És akkor most felszállok az új villamosra. És akkor most felszállok, van, de most kilétek sem. Na, hát csak ki tudtuk végre nyitni. Látjátok, így néz ki. Megnézzük itt a megállókat. Hát azért máshogy hívták, itt van. Leártér a Szolia Kármintő Fővámtér, Szent Gellért tér, Bertalan Lajos utca, az a, ugye az a mai Gárdanyi tér, Bocskai út, ugye az Új Buda központ, Fővárosi Művelődési Ház, az most a Csonka János tér, Bátfai utca, az a Hausmann-Lajos utca, aztán már viszonylag jók a megállók, a Forgalmi utca, az a Budafoki, vagy nem is az, nem tudom már pontosan melyik az a Forgalmi utca, lehet, hogy ez már nincs is, teljesen elvontották. Lehenyka 20 éve volt előtt Szabolyai Jenő tér, és ott van már Budafok városháztér. Szóval hát ezért nem is rossz az a UV, hát ezek az ülések voltak még mindig a legjobbak. És akkor bevezetőfülkében nem lehet bevenni? Hát ott most sajnos nincs kulcsom, úgyhogy ott csak itt tudok. Közben itt Ubeli Egémer is videózik, és akkor... Hát, nem is láttam. Látjátok, így néz ki innen a vezető fülke. Hát látjátok, itt van a csúfi. Erre nem lehet felszállni látogatóknak, szóval az egyik legérdekesebb része itt a videónak. Várjátok, amúgy ott volt a tábla a másik oldalon, azért azt is megmutatom nektek valamennyire. Látjátok, 3750-es perszámú prototípus villamos. 1988-ban gyártott az Icarus gyár, hát azért vannak ugye Icarus ajtajai, ugye erről is híres, és mindjárt meg is mutatom, hogy mikor szunk meg, 1996-tól a Ferencváros kocsi szín szolgált otthonául, szóval nem, 2008-ban mondták ki, ott van, nem 1998-ban, miért akkor mondták volna ki, 2008-ban, szóval hát én nekem még esélyem sem lett volna rajta utazni. Ne bénázzál, mert mind a két videóban benne lesz. És ugye az ajtó ugye megint egy busz, egy Icarus 435 hasonlító ajtó. Úgyhogy be is csukjuk. Jó, hát itt elég nagy gyerekek van. Meg elég üres is, de ott van amúgy egy vezetőfülke a végén. Nem is néz ki olyan rosszul. Mondjuk engem kicsit a TV 6000-re emlékeztet. Most még az Icarus ajtó tetszik a legjobban, a többi az itt annyira nem jó. De hát itt van a vezetőfülke, én remélem az nem az a poros. Látjátok milyen szép. Itt is azért lehet nyomkodni. Stop gomb. Jó, ja, menetkort azt nem lehet mozgatni nyilván, meg itt vannak ilyen, vagy hát itt van egy ilyen, azt gondolom a mostani BGK futár volt, vagy hát az a régi féle, egyébként ott megy egy hív, látjátok, szóval a múzeum a hívről is látszik, mert az előbb készítettem pont az utamra egy híves videót, ami majd később fog kikerülni valószínűleg. Hát nem tudom, mi lenne, hogyha ezek nem vagy ezek még mindig közlekednének. 1970-ben, nem is emlékszem, hogy mikor gyártották. Szóval hát nagyjából, hát még Ganznán is fiatalabb szerintem, szóval hát azért bőven közlekedhetne, én nem bánnám, hogyha egy Icarus villamos, egy igazi különlegesség itt Budapest utcáin járna, de hát már 15 éve van, hogy már kimondták a forgalomból. Itt nem látszik vezető fülke, csak én látszódom, ahogy kamerázom. Úgyhogy akkor megyünk a következő villamosba.
Itt van az ajtó, legalább ezt ki lehet nyitni. Hát tetszett nagyon az a villamos, ezt is sajnálom, hogy már jó ideje nem közlekedik. Itt van egy 30-al tábla, hogy 30-ából már csak busz van Ferenc körút és a Könyves Kálmán körút között. Nagyon szép kis villamos. Mondjuk belülről annyira nem jó, de kívülről tök jó. És tényleg ezért kicsit engem tényleg a TV6000-esre emlékeztet. Így ezzel a csuklóval is, meg a színével. Viszont akkor menjünk a következő járműhöz, most nem tudom mi lesz az, de majd meglátjuk. Na hát kijöttünk ide, és lehet, hogy a metró kulcsot hozzá, gondolom arra vagytok a legkíváncsiak, de azért egy pár járművet még itt mutatok nektek. Például itt van egy HÉV, egy M9-es, ami hát halljuk be eléggé rohad, mert a kinti járművek elég rosszul néznek ki, így kívülről. Látjátok, itt van a B-HÉV. Budafoki járműépítőműhely gyártotta 1962-ben. Egy durva, hogy ez milyen régi. 61 éves most már, és a középpótkocsi az meg 60. Hát látjátok, itt már esnek le a darabok itt. Most én is letörtem egyet, de hülye vagyok. Mi? Letörtem egy darabot. Na hát, látjátok, hogy 61 éves szerelem, egy hép mondjuk ilyen állapotban. Mi, ehhez is van kulcsod? Nem, ez nyitható magát. Ez nyitható? Akkor várj, is lesz nálunk. Erre mindenki felhetsz rá. Jaj, ezt nem is tudtam, hogy erre felhetsz rá. Ó, de lesz. Szép zöld felsőteres. Hát ez nagyon jó. De hát rossz állapotban. Úgy látszik, most már csak a pókok rakják. Hát nézd meg, ezt nézd meg. Hallod? Fal szép volt rohadva, itt egy óriási lyuk van. Tehát mozog az egész. Viszont szemekes volt a hívvel annak idején. Tehát volt azért egy pár jó és pár rossz dolog. Meg, ez nem is tudom, ez műbörülés, de hát ma manapságban ezek a szövetülések vannak. Hát még ez van itt a legszarabb állapotban a múzeumban. Talán. Talán nem a legjobb állapot. De nekem tetszik ez a zöld belső tér. Tehát? OpenVV-ben ez van meg, nem? Ez a zöld belső teres. Azt igen, az M9-en zöld teres. Ugye, klasszik M9-nek az utolsó főkkel sem az állóban. Hát, itt van a kis vezetőfülke. Be OpenBV-be tudtok játszani. Még megmutatjuk nektek itt. Vagy el is jöhettek ide akár. Na hát, nem váratlak titeket tovább. Itt van talán az egyik legérdekesebb jármű itt a múzeumban. Itt az a ganz. Már mondjuk ez is rohad már. Nem tudom, egy pár éve voltam itt, akkor még ennyire nem rohadt az eleje. Egyébként oldalról tök jól néz ki. Ez a 400-as pályaszámú. Ugye a többi 5 kocsi, aztán már gondolom 6 kocsi is volt. Ez ugye Kér utcában van a telephelyen, ott tárolják. Gondolom jobb állapotban is van. Meg már sokan firkálgattak is rá. Úgyhogy akkor fel is szállunk erre, ahogy tudunk. És akkor egy pár érdekesség erről a járműről. Ez egy lanzbető. Na hát mióta legutoljára voltam, mert ezt is meg lehet rongálva. 70-es évek végén látjátok, itt van a szöveg, bár annyira nem látszik az én árnyékomtól, de így már látszik. Igen, 1987 végére adták hivatalosan a szerelőbenyítő megrendelőnek. És hát ugye olyan sokáig nem közlekedett, mindezt aztán egy-két évig, mert nem felelt meg követelményeknek a 10.000 kilométeres próbafutásnál, meg utána is, hát körülbelül 100.000 kilométert ment, hogyha jól tudom, mert hát műszakileg nem volt egy túl jó metró, nem is véletlenül lett ez a sorsa. Hát ugye az M1-es metrón is vannak jó ganzok, ugye ott csak azok vannak, meg már újítgatják fel. Így néz ki hátulról, látjátok, ez a barna sarosz. És akkor most mehetünk be. Na, már nyitja is az ajtót. Ja, de ez a vezetőfülkén keresztül lehet csak bemenni. Bejáú lesz. Jaj, inkább leállítom a felvételt. Jaj, de szép ez a belső tér.
Nem is tudtam, a sárgat kapaszkodok volna, itt csak hát dögmeleg van. Ezek kapaszkodók különben jól lettek befesve, ezek ugye ilyen ezüst színűek voltak, egy évvel ezelőtt voltam én is utoljára mentem a szerelvénynek, és akkor még az összes kapaszkodó ilyen színű volt, úgyhogy valami alakult, és... Hát nem rossz eső. Hallottam is, hogy volt decemberben egy filmforgatás ezen a metró szerelvénye, ugyanis mesélt az egyik itt dolgozó nekem, hogy egy német film csapat jött ide, és filmet forgatott ezen a szerelvényen, és annak az eredménye, hogy azt szerették volna, hogy ez a metró újra működjön, tehát be, egyszerűen minimum itt 30 itt még teljes hívtérkép van, figyeljétek. Ez is tök jó. Lehetett ezeket az ajtókat nyitni. Itt a 3-as metró is akár. Meg itt van a... Hát, hogy várjátok, ez a Ráckevei hív. Itt van még a régi állomás nevekkel. Boráros tér, itt van a H7-es. Ez csalás metró. Hát egy nagyon szép metró ez. Mondjuk ez a sárga se rossz. Ez a szín, ahogy mondtam. De ugye ilyen szélesebb ajtók vannak, nem tudom mennyire tűnt fel, direkt azért csináltak akkoriban szélesebb ajtókat, hogy jobban felférjenek akár a kerekesszékes vagy babakocsis utasok. Látjátok, ezt is már berakták nyilván az állatok. Azért Laci is érdekes dolgokat mond, mert ő sokat tud erről a szerelvényről. Hát már lassan le is ülök, kipróbálom, hogy milyenek voltak az ülések. Csengő, ugye indítási jelző is volt rajta, ha találok egy videót, esetleg bejátszom nektek. Ajtózárás, állomás, bemondó. Ugye az orosz metrókhoz képest itt is természetesen tudott egy másik ember, második ember utas térben leülni. Csak az volt a dolog, hogy ezt már egy ember is tudta volna vezetni ezt a szerelvényt. Ja, hát már a vér volt. Igen, mert ugye a régi metróknál az ajtózárása. Itt a 1 kilométer volt benne. 154.400, hát tudjátok, a régi orosz metrókban mennyi volt, 3-4 millió kilométer, szóval ez nagyon keveset futott ez. 100 kilométer per órára volt igazából képes a szerelvény, hogy azt elérte, azt én nem tudom. Itt ugye itt a orosz metrókhoz képest jelenleg korszerű volt, mert itt voltak jelzőlámpák, tehát itt minden felvillant, hogyha valami műszaki hiba volt elősített esetleg. De is ültem, de látjátok. Annyira nem is kényelmes amúgy ez az ülés, mondjuk most egy 30 éves már többre nem számítottam. Hát azért jó lenne minden nap itt vágni a videót, csak hát azért egy légkondi is kéne, mert vagy valahol ki lehessen nyitni az ablakot, mert én már nem bírom olyan sok ideig itt bent ezt a levegőt. Kontaktoros vezérlés itt. Mindent így szépen meg lehet tekinteni. Ahhoz képest tényleg nincsenek rossz állapotban, tehát nincsenek megszakadva, megtörve a kábelek. Ez az első szekrény. Ezt is a kocsi szekrény, látjátok. Ezt is lehet kifelni. Kapcsolgatni. Be van zárva. Ott még egy ilyen kis kapcsoló szekrény, igen. Most csak így nyomkodom, mint egy idióta. Hát akkor lassan leszállunk. Figyeljétek, most kiszállunk. Ujjj! Kiszálltunk, látjátok, micsoda ugrás volt. Megmutatom kívülről is ezt a szép szerelvényt, hát mondjuk itt előről nyilván nem szép. És akkor szerintem még belül mutatok egy pár dolgot, és akkor lassan vége is lesz már a videónak. Itt van a Bengáli, ebből a lapból is fel lehet szállni. Na, ez is zárva van. Ez most is zárva. Na. Ezt is betoljuk. Jó kis villamos ez is. Ez is inkább a gonzra emlékeztet, mert ugye látjátok, itt van el ez a csuklója. Még fogom, nem tudom miért. Látjátok, itt van ez is. Szerintem ez tök jó, hogy ez régen itt volt. Látjátok, itt neki lehetett dőlni. Egész kényelmes volt, hát most már a csuklónak sem annyira nem lehet neki dőlni. Vezető fülke. Nem tudom, hogy itt van-e. Itt van, az jó. Ezeket is lehet kapcsolgatni. Azért már itt valamennyi korszerűsítés volt benne, mert ez a mikrofon nem hiszem, hogy elejétől fogva benne volt. Hát de... Elképzeled? Miért ne lett volna be? Ez egy kicsit ide van nézve. Ó, gyerekek, ez még megy is, látjátok. Jaj, nagy a váltás. Lefékeztem, de amúgy gyorsan nem lehet. Majd nem tudom. Ja. Hát ez nem rossz.
tükör visszapillantott. Fűtés, persze hűtés, az nincs, csak fűtés, az jó. Gyenge áram, világítás, légsűrítő, generátor, kemény. Honnan lehet az Miskolci Tiszapályodban, Mosgyár, Miskolc-Szeged? Fogadás sincs. Szerintem ez Miskolc lehet, mert aki tudja, mindjárt megnézünk még egyszer a táblán, de szerintem ez Miskolc lehet, vagy Debrecen. Meg a fogalmam sincs, úgyhogy vinni. Debrecen is közöttetek. Ilyen jó kis lámpái vannak, nézzétek, ilyen villanykörték, bár gondolom hamar kialudhattak. És itt is ilyen bővülések vannak. Meg azért itt van egy kis levegőjárás, mert itt, jaj, ez még egy kicsit keményebb ez az ülés. Annyira nem is kényelmes, mint gondoltam. Szóval lassan végzünk is szerintem. Azért lehet, hogy a favázasba bemegyünk, azért van az ujjam, de jó. Leugrás hashtag 2, figyelj. És ugrás. A kamerával jó, főleg, hogy amúgy is el van törve a telefonom, úgyhogy mindegy. Ilyen szép kis bengáli villamos Budapesten, nem tudom, hogy közlekedett-e. Hát nyilván kommentben leírhatjátok, amit még tudtok, és érdekes lehet. Itt van egy favázas nosztalgia, azt hiszem erre még nem szálltunk fel, hát mutattam már. Gondolom, hát azt is mondtam ugye már, hogy ezen még tudtak utazni, azt hiszem. N19-esen van pár hétvégén a bkkinfo.hu weboldalon tudjátok is követni. Attól függően egy faülés nem is olyan kényelmetlen. Nézzük a vezetőfülkét, amúgy itt lehet süngetni, nem? Szerintem ez ki van szerelve. Hát nem. De itt van a leszállás jelző. Úgy. Érdekes. Az utas térbe esti, valaki leszállított volna szállni, meghúzva esnek is. Figyeljétek, az előbb ez csöngetett, akkor most is fog csöngetni. Látjátok, milyen jó durván nyomtam meg, hát ezt így is kell. Erről is leugráltam, bár amúgy én forgalomban lévő járművekről is leugrálok, simán mondjuk a Hévről vagy a Tátráról, Ganzról is simán leugrálok, úgyhogy ez nekem nem akadály. Nem tudom, hogy ezt be lehet-e csukni. Ja, hát itt van egy ilyen gomb, úgyhogy be lehet-e csukni. Tényleg távol, és jó ajta. Magától viszont. Visszacskelék, de most ez volt az izé is szabályozó. De igen, vigyázz, hogy az nagyon gyorsan engeded le, akkor csapódik, hogy mindenki felszkap. Figyelj. Ott van egy hangom is, ezt meg lehet nyomni. Ezt is meg lehet nyomni. Jó nagy zsolt teremtünk a múzeumban. Hát miért most azt mondták, nem mondták, hogy nem szabad. Figyeljetek, leúrás, hashtag 3. Tényleg jó nagy zajt csapunk. Egyébként, hogyha valaki kérdezné, akkor mondom, hogy minden engedélyünk megvan. Hát anélkül ugye nyilván nem is lehetne itt videózni, mert hát nyilván nem is szólnának. Meg hát nyilván arra is kaptunk engedélyt, hogy bemenjünk a járművekbe, és hát ott videózzunk. Itt van egy 42-es villamos, ez is favázas. Szarvascsárda tér és Mária tér laktanya, az a tér, az nem tudom mi. De tudjátok, a 42-es villamos a második legrövidebb budapesti villamosok közül, vagy villamosonnak közül, 1911-ben gyártották. Ahhoz képest elég szép állapotban tartják még itt. És akkor fel is szállunk rá. Nézzétek. Mondom, ezt is meg lehet nyomni. Ezt nem lehet megnyomni, hát akkor jó van. Még egyszer. Hát nem. Akkor ez nem működik. Látjátok, itt is ilyen szép lámpák vannak. Nem olyan kényelmes, kényelmetlenek ezek a fapados ülések. Ne szálljon fel, ha a lámpaik. Hát nem, akkor is felszállom. De ezben már voltunk, nem? Nem, ez a másik ennek. Itt már lecsaptam a csengőt. Vagy vele. Nem tudom, de valamelyik így el volt kerítve. Nézzük, gondolom ez is működik. Itt van ez. Anyád. Ez nagyon nagyot fog csattanni, figyelj. Erre is így van, jó. Ez sem működik, hát. Miért nincs kiírva, hogy nem működik?
ez amúgy működik. Vészjelző is volt már. Király, sok értelme, hogy nem volt, mert ha valaki rosszul lett, akkor csak előre tudott ordibálni a vezetőnek, aztán hogy tudta, hogy itt van valami, mert hogy most megnyomja valaki ezt a gombot, hogy kérem segítsen ezt a két lépés meg. Na, hát a mai napra innen már befejezem, szerintem mindent bemutattunk, ami kell és érdekes lehetett. Úgyhogy, ha nem voltatok 500-szor ebbe a múzeumban, akkor eljöhettek, hogy megnézhessetek érdekes dolgokat. Már nyilván, ahova nem lehet bemenni, oda nem tudtak nyilván bemenni. Úgyhogy akkor megköszönjük Lacinak, hogy bemehettünk a jó sok járműbe. Úgyhogy akkor legközelebb szerintem holnap találkozunk, most szerintem naponta lesznek videók, a hétfő kedden Csepán leszek, hétfőn meg Latissal lesz, valószínűleg videó, hát ki tudja. Úgyhogy addig is, sziasztok!